Január óta tilos a pöfékelés zárt légterű helyeken. Az előírások szerint az intézmények bejáratától 5 méteres távolságra kellett kerülniük a hamutartóknak. Csak itt a szabad levegőn gyújthat rá az, aki továbbra sem válik meg káros szenvedélyétől. Igazából nem január 1-től lépett nálunk életbe ez a jogszabály, hanem úgy gondoltuk, hogy mikor igazából a Komáromi Kultúra és Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. Átvette itt az üzemeltetést, akkor április 1-én, tehát 2011 április 1-én határoztunk úgy, hogy mi lenne, hogyha csak az épületen, azaz inkább a kerítésen kívül lehessen csak dohányozni. Mindenki azt gondolta, hogy ez egy április 1-i tréfa, főleg a büfében fogyasztók, de közel egy hónapig tartott ez a úgynevezett kellemetlenség, hogy magyarázkodni kellett, hogy miért van ez. Mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy egy sportlétesítményben egészséges életmódra nevelünk, tehát a cigarettának nincs helye, sem a büfében, sem pedig a környező területen. Így már akkor elértük, tehát már lassan egy éve a sportcsarnok területén nincsen dohányzás, csak kívül a kerítésen kívül, ott viszont van egy kijelölt hely, ahol tudnak a kedves vendégek, szurkolók cigarettázni. A türelmi időszakot követően már megkezdődtek az ellenőrzések. A tapasztalatok szerint egyre kevesebb a szabályszegő. Az, aki mégis tiltott helyen füstöl, szankcionálásra számíthat. Az új törvény betartását a népegészségügyi szakigazgatási szervek ellenőrzik, és a tilalom megsértése esetén egészségvédelmi bírságot is a szerv szabja. A nem dohányzók védelméről szóló törvényt, ahogy a törvény is nevesíti, a nem dohányzókat védi. Ennek a törvénynek nem az a célja, hogy hol lehet dohányozni, és azt keressük, hogy hol van a kiskapu, és csak azért is dohányozunk, hiszen itt mindenki egészségvédelméről van szó, a nem dohányzójáról és a dohányzójáról is. A dohányzónak azt próbálja sugallni, hogy ne dohányoz, minél kevesebbet gyújtsál rá, ezért vannak a megszorítások. Na most ezt a jogszabályt úgy fogjuk fel, úgy kell felfogni, hogy minél kevesebbet dohányozzál, hiszen a dohányzás káros az egészségre. Látjuk ezt, a tüdőrák sajnos évente egyre több és egyre több jobban szedi áldozatait. A bírság mértéke 20-tól 50 ezer forintig terjedhet tiltott helyen dohányzó természetes személlyel szemben. Intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság esetében a bírság akár 2,5 millió forint is lehet. A város vendéglátósai elfogadták, és igyekeznek betartani a szabályt. Megvan a kijelölt helyünk, a vendégek ezt elfogadták, mindenki itt dohányzik. A visszajelzésekben abból lehet következtetni, hogy minden rendben van. Ebből probléma szerintünk nem lesz. Egy vendéglátósnak volt esetleg a törvény bevezetésekor olyan félelme, hogy emiatt esetleg a vendégköre megcsappan? Igen, volt. Szerintem itt Komáromban mindenkinek volt. Nincs ebből probléma. A nem dohányzók részéről ezzel mindenki egyetért, sőt, nálunk kifejezetten örülnek ennek. Bent abszolút nem lehet dohányozni, a kinti részen pedig csak a hátsón egy asztalnál, így mindenki megtalálja magának a megfelelő helyet az érkezésre. A nem dohányzók védelmében hozott törvény módosítása visszaszoríthatja a dohányzást, csak úgy, mint a dohányáru további drágulása, melyre várhatóan júliusban ismét lehet számítani.